És akkor, ahogy az imént mondtam, Kisobert a következő vendégünk, a Méltányosság Politika Elemző központ elemzője. Jó reggelt kívánok! Jó és ugye itt október 23-tól gyakorlatilag minden nap a múlt héten nyilvánosságra kerültek, mint kutatási adatok, és hát rég láttunk olyat, hogy ennyire éles versen lenne a hazai közéletben. Egy ábrán összefoglaltuk önöknek ezeket az adatokat, a teljes népességre vonatkozó adatsorát a 21 kutatóközpontnak, a nézőpontnak, illetve a publikusnak és segítek megfejteni az adatokat, mert hogy ugye nyilván a narancsárga az a Fidesz, a tisza a, szűr, a türkiszkék, illetve a szürke a mi hazánkra vonatkozó adatsor és a DK kapta a zöld szint. Ami mindenkinek feltűnt, hogy homlok egyenest mást mér a nézőpont, mint a többi intézet. A többi intézetnél ugye egyértelmű a tisza erősödése van, ahol hiba határom. Belül ugyan, de átvette a vezetést. A nézőpont intézetnél viszont nem erősödik a Fidesz. Mivel lehet magyarázni az ilyen különbségeket? Hát leginkább a mód különböző módszertanokkal lehet ezt magyarázni. Tehát úgy érdemes ezeket a közülménykutatásokat nézni, hogy minden intézetet a saját előző méréseihez hasonlítjuk. Tehát sokkal inkább trendeket tudnak előre jelezni vagy jelezni. Nem pedig konkrét állásokat. Ugye legutóbb beszéltem arról, hogy milyen hatása van a kutatásoknak a választói magatartásra, de fontos arról is beszélni, hogy a pártoknak a viselkedésére milyen hatása van. Ugye kezdjük talán a fidesz -szel. A domináns pártoknál jellemző ez a szakirodalomban degenerációnak nevezett folyamat, ami azt jelenti, hogy amikor a pártok elérik a harmadik, negyedik ciklust, akkor így elfáradnak, tehát nem tudnak már annyira jól teljesíteni. Azonban egy ilyen közvéleménykutatás, ugye a 21-nek a közvéleménykutatása az a biztos pártválasztók között úgy mért, hogy a Tisza 2 kal megelőzte a Fidesz, tehát hogy ez akár alkalmas is lehet arra, hogy a Fidesz egy kicsit összeráncsa, és hát úgymond versenyhelyzetet, vagy versenyhelyzetbe kényszerítse a, a, a Fideszt. Hát a sportolók is általában akkor tudnak jól teljesíteni, mikor megvan nekik a, a, a verseny és edzésen meg talán kevésbé és, és ebből kifolyólag pozitív is lehet a, 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 Fidesz számára. Tehát, hogy az előnyére tudja igazából fordítani azt, hogyha ha, ha, jobban össze tudnak zárni. ugye ezt az idézett kutatást a sajtóban nagyon sokan úgy interpretálták, hogy megelőzte a Tisza a Fidesz, miközben ugye a kutatók is hangsúlyozták, hogy ez valóban egy hiba határon belüli közeledés, ráadásul ugye az ezerfős mintából a biztos szavazóknál ez csak egy 650 fős minta volt, ami ugye még az ezer főnél is lényegesen kisebb. Mennyiben igaz az, hogy két választás között, ugye Török Gábor erre hívta föl a figyelmet, jobb kiinduló pont a teljes népességre vonatkozó adatsort vizsgálni? Hát talán azért lehet ez igaz, mert vannak rejtőzködő szavazók, akik nem fedik fel. Azt, hogy melyik az a párt, amelyikkel szimpatizálnak, tehát hogy ők egyébként érdeklődnek a politika iránt, foglalkoznak ezzel, azért akár napi szinten is, de de nem szeretnék elmondani azt, hogy kik azok, akiket támogatnak. Tehát, hogy mindig azért ezeknél a kutatásoknál is viszonylag magas volt azoknak az aránya, akik nem tudják, vagy nem válaszolnak így, így elég nehéz igazából még előre jelezni azt, hogy mire számíthatunk 2026-ban. Uh -huh. Mennyire fontos az a különbség, ami most elég egyértelművé vált a nemek közötti eltérés a Fidesz, illetve a Tisza támogatottságán belül, így a Fidesznél a teljes népesség a 21 kutatóközpont számai szerint 27% a, a, férfi támogató, 30 a nő, tehát a nők között magasabb, és a Tiszánál viszont ez pont fordítva van. Én a, a nemek közötti eltérésekkel kevésbé foglalkoznék, sokkal inkább arra próbálnék fókuszálni, hogy a településeken hogyan alakulnak a, a támogatottsági adatok. Tehát, vagy, vagy akár a, a, a bérezés tekintetében. Tehát, hogy És hát hogyan? Mert ezt nem annyira hangsúlyozták. Jel jel jellemzően a, a, a Fidesz támogatóinak nagyjából a 60%-a. Az, akik 400 ezer forint alatt keresnek, még a, a Tiszánál pedig azok vannak többségben, akik 400 ezer forint, forint fölött keresnek. És ugye ebből kifolyólag azt is lehet, vagy arra is lehet következtetni, hogy a kisebb településeken továbbra is a Fidesz az, amelyik a domináns pártnak számít még a nagyobb városokban tud a Tisza igazából jobban labdába rúgni. Ezeket a különbségeket hogy lehet amennyire csak a választási matematika indokolja kiegyenlíteni? Mert azt nagyon sokan mondják, hogy hogy a Tiszának az lesz a legnagyobb kihívása, hogy mindenhol jelen legyen és hozzon egy magasabb támogatottság. Igen, tehát, hogy ez is még talán a közvélemény kutatásokhoz hozzácsapható, hogy ugye a Tisza meghirdette a toborzását, és azáltal, hogy a közülmény kutatásokban potens pártként feltűnt, ez még jobban fel tud talán gyorsulni, és hát ugyanúgy, ahogy a Fidesz a 90-es években elvégezte ezt a házi feladatot, hogy kiépítette a szervezetet, és, hát ahogy szokták mondani, hogy lement vidékre, vagy, vagy lábbon hozta ki a választásokat, ugyanúgy ezt a Tiszának is meg kell lépnie. A, de azért az talán nagyon fontos, hogy itt a Tiszának most másfél éve van erre, hogy ezt, ezt az egészet megoldja, úgyhogy igencsak nagy kihívásokkal áll szemben. Nem beszélve arról, hogy a Fidesz azért mégiscsak egy szakkollégiumból indult ki. Ezzel szemben a, a, Tiszának a honlapján is írták ezt, hogy hát az opportunistákat, tehát akik a, az anyagi vagy, vagy akár a, a, hatalom miatt a saját személyes hasznukat remélik abban, hogy a Tiszához csatlakoznak, ki is kell szűrniük. Mm -hmm. Szóval itt mm -hmm. uh, elég komoly kihívásokkal állnak ha, ha csak az elmúlt három napban nézzük Magyar Péter Facebookos tevékenységét, akkor mind a három nap felkerült egy-egy olyan videó, ami... Hát, ha nagyon konyha akarunk csinálni, egyértelműen megfeleltethető annak, hogy hol van lemaradása. Fölrakott egy olyan videót, hogy hogy meccette meg az őszi kertjében a, kertjében a virágokat, hogy meg milyen, őszi, Csabai kolbász hogy milyen el. őszi csokrot állított elő, aztán, hogy hogyan szokott tököt foragni, és elment, igen, Békés Csabára a kolbászt tölteni. Na most ebből következik egyenesen, arányosan és belátható időn belül, hogy akkor a, a női közönségben ő népszerűbb lesz, és hogy mondjuk a, a kisebb településen, a vidéki településen, vidéki szavazóknál pedig a nép gyermekel színben feltűnve euh, akkor szerezott szavazatokat? Tehát ez, ez ennél egy sokkal mélyebb áthangolást igénylő feladat, nem? Vagy ezek ilyen gyorsan... Meg hát tudnak a, jelenni szavazatokban? A, az ambícióra, ambíciója nyilvánvalóan megvan erre, tehát hogy a beszédében is ez megnyilvánult, hogy ő, ő kitárja a karját, hogy, hogy szívesen látja a, a fideszes szavazókat is, folyamatosan próbál feléjük nyitni, de hát azért ez nem egy olyan, tehát a politika sosem volt egy olyan, műfaj, ahol egyik napról a másikra meg lehetett váltani a világot, tehát hogy ő is gondolom valamennyire próbálgatja azt, hogy mik azok, amikre, amikre, rezonálnak az emberek, és mi az, amivel így be lehet őket vonzani. Tehát, hogy ez például kontraproduktív is lehet, mert tehát fel kell tenni a kérdés, hogy mennyire passzol ez bele az ő imidzsébe. Tehát mennyire tudja ő ezt a karaktert hitelesen Melyik? hozni. A kolbásztöltés hát akár a kolbásztöltés tehát hogy Orbán Viktor amikor a sonkát főzte húsvétkor az az sokkal inkább belepasszolt a karakterébe míg Magyar Péternél ez akár karakteridegen is lehet és így emiatt akár visszatetsző is lehet a, a, a vidéki választók számára. Ö erőforrásban hogy kell gazdálkodni egy ilyen sokféle nehézséggel megküzdő új pártnak, tehát hogy a legutolsó kis faluba is cél elmenni, vagy, vagy azért egyszerűen mindenhová már nem lehet erőforrást vinni és mindenhová eljutni? Hát ugye erre kell a szervezeteket kiépíteni. Tehát hogyha képesek arra, hogy ahogy ők hívják, Tisza-szigeteket nagyon sok helyen létrehoznak, akkor tehát nem kell Magyar Péternek minden házba bekopogtatnia, és ott a választókkal beszélgetni az aktuális problémáikról. De... Csak a sót még mindig ő viszi. Hát ez a, ez a nagy kérdés, hogy ezt mennyire, mennyire képes esetleg átadni, mennyire képes delegálni ezeket. Tehát ugye azért a, a, a Fidesznél is Orbán Viktor a legnépszerűbb politikus, tehát népszerűbb, mint a saját pártja, de akkor is azért vannak feladatok, amiket delegál. Tehát, hogy egy gépezetként képes működni mindig a Fidesz, és ez a kérdés, hogy a, a Tisza-nál ez mennyire tud megvalósulni. Um... Ugye onnantól kezdve, hogy delegálja a feladatokat, nő a hibázási lehetőség is. Egy ilyet látunk hétvégén, amikor az egyik fővárosi tisztás képviselő a fővárosi állatkert egyik szerintem még állományban lévő vezetőjét szólította fel, hogy gondolja át a működését, és kiderült, hogy ő már nem úgy van ott, nem, nem, azt csinálja, ebből kialakult egy, egy vita. Ezeket mennyire bocsátják meg az ilyen típusú szakpolitikai hibákat, tévedéseket a szavazók? Mennyire számít az ilyen? Hát azért mégiscsak az számít, hogy, hogy ki a, a pártnak a vezetője. Tehát, hogy a Fidesz és Orbán Viktor miatt szavaznak. És hát itt is az lesz a döntő kérdés, hogy ma, magyar, tehát magyar Péternek a karakter és az imázsa fogja eldönteni azt leginkább, hogy mennyire lesznek sikeresek a választáson. Itt a, a, a feladat delegálásnál sokkal inkább a magát a, a párt, hogy mennyire képes gépezetként működni, itt az, az, a, az a fontos ebben az esetben inkább. Kis Robertnek köszönjük szépen! Köszönöm szépen!